Köszöntöm Önöket, ez a 35 perc a Kölcsey Televízió közéleti műsora. Csak nem 800 millió forintból valósított meg fejlesztést több osztályán a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktatókórház. A témával bővebben is foglalkozunk később, előtte azonban mutatjuk a teljes kínálatot. Állásbőrze. Közel 40 kiállító a Nyíregyházi Egyetemen. Bővülő lehetőségek, görög katolikus bölcsőde és óvoda fejlesztése. Eszközbeszerzés, 800 millió forintos fejlesztése a vármegyei kórházban. Közel 40 standon kínáltak munka és képzési lehetőségeket a Kelet állásbőrzén. A Nyíregyházi Egyetemen 19. alkalommal szervezték meg az eseményt. Szakemberek szerint a vármegyei foglalkoztatási adatok jelentősen javultak az elmúlt 10 évben. Az aktív keresők száma 60 ezerrel nőtt az elmúlt évtizedben, a munkaerőhiány azonban komoly gondot jelent a térségben. Pályakezdők és pályaváltók a Nyíregyházi Egyetemen tartott állásbőrzén. Közel 40 standon várták a munkáltatók, a toborzók és a képzőintézmények az érdeklődőket. Volt, aki konkrét elképzeléssel érkezett, és volt, aki több karrier lehetőségben is gondolkodott az álláskeresők közül. Konkrét célom igazából nincs, inkább kizáró tényezők vannak. Hát ha nem muszáj, éjszaka nem szeretnék dolgozni az előző munkahelyemet, ezért elsősorban ezért hagytam ott. A szakmámat tekintve női ruhakészítő szakmám van, illetve bolti eladó, úgyhogy elsősorban ilyen területeket nézek, de akár egy irodai munkát is, hogyha úgy gondolja illető, aki felvenne, akkor azt is nagyon tehát újat is szívesen tanulnék, hogyha lehetőség adódik. Főleg ilyen HR területek felől érdeklődtem, kaptam is igazából lehetőségeket, találkoztam például régi családi ismerőssel is, aki szívesen segítene, úgyhogy abszolút pozitív eddig a tapasztalatom. Szezonális munka vagy speciális szaktudást igénylő munkakör. A térség legnagyobb munkáltatói számos nyitott pozíciót kínáltak az álláskeresőknek. Minőségi borsa és kukoricát gyártunk, és a jó időnek tekintettel még rengeteg kukoricát kell feldolgoznunk, úgyhogy elsősorban a szezonra keresünk gyártósor mellé munkásokat, gépkezelőket, targoncásokat nagyon szívesen várjuk, hiszen van mit becsomagolni. Naponta több mint 1000 konzerv készül nálunk, úgyhogy van feladat bőven. A HR-esek feladata sokszor nem egyszerű. Vannak pozíciók, amelyekre nehéz megfelelő munkaerőt találni. Vannak olyan pozíciók, amik hamar betölthetőek, viszont vannak olyanok is, amik tapasztalatot és szaktudást igényelnek, és sajnos már ugye egyre kihalóbb félben vannak ezek a szakmák, azokat nehezebb betölteni. Melyek ezek? Például a szerkezetlagatos, a heggesztő. Már mostanában a karbantartásra is ugye egy olyan szakember találni, aki mindenhez ért, már elég nehéz. A kampusz nem csak házigazdája az állásbőrzének. Az intézmény vezetésének célja, hogy a helyi munkáltatók igényeihez alkalmazkodva biztosítsa a minőségi szakember utánpótlást. 2 évvel ezelőtt elindult egy folyamat a modellváltással, ami egy nagyobb szabadságot és felelősséget adott az egyetem kezébe, és aktív módon részt tudunk venni a térség életébe, hozzá tudunk járulni a térség felemelkedéséhez, olyan módon, hogy az itteni munkáltatókat képzett szakemberekkel látjuk el. Tehát egy sokkal élőbb kapcsolatot kellett kiépíteni. Az igények, lehetőségek, felsőoktatás, tudomány, technológia, innováció, amiről eddig csak beszéltünk, ezt apró pénzre kellett váltani, és tényleges készségekkel felruházott szakemberek kerülnek ki ma már a Nyíregyházi Egyetem falai közül a munkaerőpiacra, ami azért nagyon fontos, mert ez egy lehetőség a térségbe betelepülő munkavállalók számára. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében még nem annyira kedvezőtlenek a demográfiai trendek, mint az országban vagy Európában, tehát ígéretesek a lehetőségek és a potenciál, de ehhez az kell ennek a potenciálnak a apró pénzreváltásához, hogy a Nyíregyházi Egyetem felemelje a térségben élőket, és az értelmiségi pályára állítva egy nagyobb hozzáadott értékű tevékenység jelenjen meg, és ne összeszerelő üzemmé váljon a vármegye és a régió. Ehhez minden támogatást megad a megyei vezetés, a gazdasági vezetés és a helyi akadémiai vezetés is. Tehát ez egy remény az itt élők számára, hogy egy
biztonságot nyújtó értelmiségi pálya belépő kapujaként megjelenik az egyetem, és a nagybetűs életbe való kilépve az itt végzett hallgatók igen jó jövedelem viszonyok közé kerülnek, és olyan tevékenységet tudnak kifejteni, ami szolgálja a régió és az ország felemelkedését. A munkáltatók igényeire reflektálva is indít képzéseket, illetve tervez indítani, gondolom majd a Nyíregyházi Egyetem. Milyen olyan kifejezett képzések vannak, amik az itteni igényekre épülnek? Ami mindenütt általános trend, tehát az informatika, információtechnológia, gazdaságtudományok, menedzsment szemlélet, itt ugye a nyelvtudással felvértezett hallgatók és szakemberek lenne szükség, azzal, hogy ki lett könnyítve a felsőoktatás a nyelvvizsga követelmények eltörlésével, de a Nyíregyházi Egyetem megpróbálja felelősen ezt a részt betömni, és olyan szaknyelvi ismeretekkel felvértezett hallgatót bocsátunk ki, aki a térségbe betelepülő nemzetközi multinacionális cégek dolgozóival megtalálja a hangot, és itt jól tud működni. A agrárműszaki képzés lenne még ilyen, ami a közelmúltban volt egy enyhe visszaesés. A kollégák kemény munkával ezt kikalapálták, ezt a kis megbicsaklást, és nagyon jelentősen megnőtt az agrárműszaki képzésre jelentkezettek száma, és itt a pedagógia területet lehetne még kiemelni, ahol a óvó tanítóképzés és a tanárképzésbe is a országosan kedvezőtlen trendekkel szemben Nyíregyházán nagyon jelentős beiskolázást tudtunk felmutatni. Ami fontos lenne, itt a Debrecen, Nyíregyháza, Miskolc vonal mögött nagyon sok a képesítés nélküli tanár, tehát fontos lenne a közoktatás számára, hogy szakképzett pedagógusokkal ezek az álláshelyek kerüljenek feltöltésre. A Nyíregyházi Egyetem kiemelkedő hallgatói létszámmal kezdi az idei tanévet. Ez az állásbőrző rendezvény is arról szól, hogy amit 19. alkalommal rendezünk meg, hogy megszólítsuk a cégeket, azokat a cégeket, azokat a szervezeteket, intézményeket Nyíregyháza és Nyíregyháza térségében, akikre számítunk és akik számítanak ránk. Számítanak arra a humán erőforrásra, akit a Nyíregyházi Egyetem képez. Ebben van az az óriási eredményünk, hogy jelentős számú, ha első éves hallgatót sikerült felvenni, de ez még nem minden. Ezeket a hallgatókat itt kell tartani. Ezeknek a hallgatóknak munkaerőpiacra alkalmas, értékes oklevelet kell kezükbe adni. Fontos az, hogy jól érezzék magukat az egyetemen. Ne csak megtartsuk a hallgatói létszámot, hanem a következő években növeljük is. Miért is? Látható, hogy egyre több cég keresi Nyíregyháza városát, egyre több befektető jelenik meg itt, lehetőségeket látva Nyíregyházában és a térségében. Ehhez viszont elengedhetetlen az, hogy legyen egy olyan felsőoktatási intézménye a városnak, amelyik akár gyors képzésekben, akár stabil szakember utánpótlásban partnere tud lenni mind a városnak, mind a vármegyének, mind pedig ezeknek a cégeknek. Ezt az üzenetet próbáltam meg átadni, amikor szóltam a kiállítókhoz. Nos, a hallgatót hogyan is lehet itt tartani? Hát a hallgatónak színvonalas oktatást kell biztosítani. Olyan kutatóhelyeket kell számukra elérhetővé tenni az egyetemen, ami a sikeres tanulásokat, a sikeres oklevél megszerzést segíti elő, és természetesen ezeket hasznosítani tudják majd a munkaerőpiacon. De hát a hallgatóknak mi kell még más? Szórakozási lehetőség, jól érezzék magukat. Ez a kampusz város a városban, azt szoktam mondani. Egy gyönyörű helyen lévő, gyönyörű infrastruktúrában lévő épületeket és parkot tudunk magunkénak. A modellváltás követően valamennyi ingatlan, valamennyi épületünk a Nyíregyházi Egyetem tulajdonába került. A mi felelősségünk és kötelességünk ezt rendben tartani és úgy fejleszteni, hogy a jövő generációi a Nyíregyházi Egyetemet válasszák. A megnyitón elhangzott, jelenleg 60 ezerrel több a munkavállalók száma Szabolcs-Szatmár-Berekben, mint 10 éve. Az aktív keresők kedvezőbb aránya mellett azonban a munkaerőhiány komoly problémát jelent a térségben. Ezért kiemelt feladat, hogy vendégmunkások helyett a vármegyei munkavállalók töltsék be az üres álláshelyeket. Új cégek települtek be a vármegyébe, és fognak betelepülni, amelyek a jól képzett és motivált munkaerőt fel fogják szívni. És hát megjelent már olyan kihívás is a megyei munkaerőpiacán, hogy vendégmunkások jelentek meg látható módon, hiszen nem találnak a munkáltatók már a vármegyei munkaerőpiacon munkavállalókat, akiket kell ezeket a jellemző alacsony státuszú munkákat el tudnák végezni.
Erre a kihívásra kell válaszolnia minden egyes kormányzati vagy önkormányzati szereplőnek. Ugye a megyei önkormányzat is egy munkaerőpaktum programot indít a következő években, a következő 7 évre több mint 7 milliárd forintos támogatás összeggel. A megnyitón elhangzott, a munkaügyi paktum programokban képzési, átképzési lehetőségeket kínálnak a helyi munkavállalóknak, munkaügyi támogatásokkal segítik az arra rászorulókat. A programok a tervek szerint márciusban indulnak, jelenleg a térség munkáltatóinak bevonása zajlik. Tovább bővül a görögkatolikus óvoda és bölcsődehálózat Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. Az elmúlt hónapokban komoly fejlesztések voltak folyamatban Máriapócson, de Rakamazon és Nyíregyháza Óroson is létrejön a bölcsődei ellátás. A részletekről a Nyíregyházi Egyházmegye pasztorális helynökét Szabó Tamás atyát kérdezem. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Üdvözlöm a kedves nézőket! Kezdjük talán azzal, hogy a görögkatolikusok számára, illetve az egyházmegye számára mennyire fontos az oktatás, nevelési és szociális feladatellátás. Örülök, hogy innen indulunk, hiszen szerintem az egyik legfontosabb mondat talán a mai beszélgetésünkben, az, hogy itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, és ugye a Nyíregyházi Egyházmegye Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét fedi le, hogyan tudunk odállni a társadalom szélesebb rétege mellé, mögé, hogy azt az évszázados tapasztalatot, azt az antropológiát, azt az emberképet, amivel az egyház évszázadok óta rendelkezik, hogyan tudjuk, mint ajándék, odaajándékozni azok számára, akik ezt szívesen veszik tőlünk, hogyan tudunk megjelenni az oktatásban és a nevelésben a mindennapok folyamán. Hogyan tudunk azoknak, akiknek ez fontos és értékes lehetőséget biztosítani, hogy bármelyik részén élnek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyének, lehetőségük legyen elérni egy ilyen ellátórendszert, egy oktatási vagy éppen nevelési intézményünket. Ez egy alapgondolat. Az alapgondolat az is, hogy úgy gondoljuk, hogy az embernek a fejlődésének a hármas irányzata, a biológiai, az értelmi, lelki fejlődése egyaránt fontos, és az a három adja azt az egységet, amit úgy gondolunk, hogy keresztény vagy merem mondani, modern emberkép teljességéhez hozzátartozik. Ezért van az, hogy gyakorlatilag a megyében számtalan településen van oktatási vagy nevelési intézményünk. Hogy bárki bármelyik településről 20-25 perc, legrosszabb esetben fél óra utazással elérhesse ezeket az intézményeket. Visszatekintve az elmúlt néhány évre, mondjuk az elmúlt 10 évre, hogyan fejlődött ebben az egyházmegye? Az oktatási rendszerünkben jelenleg úgy van, hogy 23 iskola, óvoda vagy tagintézmény tartozik az egyházmegye fenntartásában. Ezekről ugye azt kell elmondanom, hogy ugyanúgy szakemberek, ugyanúgy pedagógusok vannak, akik mindennapi feladatokat végzik, de mégis egyfajta lelkiséggel próbálunk hozzáállni és segíteni. A bölcsődei rendszerünk az viszonylag friss és fiatal. Jelenleg Kisvárdán és Újfehértón működnek már meglévő bölcsődéink, de most két fejlesztésnek köszönhetően egyrészt befejeződik, most 5 bölcsőde projektünk, építkezésünk, és reményeink szerint legkésőbb januárban ezen az 5 helyszínen elindul a bölcsődei szolgáltatás azoknak, akik ezt igénybe veszik, illetve másik 2 jelenleg pedig előkészítő, vagy már éppen építési fázisban vannak. Ezek szintén azok a települések, ahol úgy gondoljuk, hogy hiánypótló az, amit mi be tudunk tenni, hiszen Mátészalkán, az óvodánk és az iskolánk közvetlen szomszédságában épült föl a bölcsődünk, ami azért gondoljuk, hogy nagy ajándék, hiszen magam is gyakorló apaként elképzelem, hogy a reggeli vagy a délutáni rutinban, ahogy a gyerekeket visszük, hozzuk, milyen jó dolog, hogy egy helyszínen, egy parkolással tudom az iskoláskorú, óvodáskorú, esetleg még a bölcsődéskorú gyerekemet is megfelelő helyre vinni. Milyen jó tudni, hogy ez a három intézmény szépen egymásra épülve ad akár 10-12 éves perspektívát is, folytonosságot a szülő számára. Az a néhány intézmény, ami most valósul meg, miért pont azokon a településeken? Hogyan esett ezekre a választás? Tehát természetesen ez két irányból van. Van egyfajta egyházi elképzelés, hogy mi hogyan, melyik azok a települések, ahol szeretnénk, hogy az egyházunk jelen legyen, és tudja támogatni, segíteni az ott élő embereket. Másrésztről meg mindig van egy demográfiai, szociológiai háttér kutatása is ennek, hogy hol van szükség, hol van igény ezekre, hol születnek gyerekek, és hol van még esetlegesen fehér folt az ellátásnak a térképén. Tehát így indul el gyakorlatilag Máriapócson, amiről majd gondolom fogunk nem sokára beszélni, Mátészalkán, Nyírvárosban,
Nagybátorban, Fehérgyarmaton és Vásárosnamény Vitkai részen egy-egy bölcsődei építkezésünk, amelyeknek a tervek szerint ebben az évben lesznek a befejezései megvalósítva, és így indul két új bölcsőde építésünk Rakamazon, illetve Nyíregyházának a kertvárosi orosi részében, de hát gyakorlatilag Oros már olyan, mint egy kertváros a város mellett, szintén azért, mert ott nem csak Orost, hanem Nyírpazony, vagy éppen Napkornak is lehetőséget biztosítunk, hiszen látjuk, hogy nagyon sok szülő reggelenként érkezik a városba, a munkában, milyen jó dolog, ha útba esik, jövet menet, az a lehetőség, hogy a gyerekének az ellátásában ott tud lenni, le tudja tenni, délután vissza tudja, fel tudja venni is, és könnyítjük a családok életét akár így is. Milyen finanszírozásban valósulnak meg ezek a beruházások? Azt hiszem, hogy Magyarországon mindenki tudja, hogy a finanszírozásoknak két háttere van. Van egyrészt egy állami háttere. Jó tudni, hogy egy olyan országban élünk, ahol a jövő generáció építése kiemelt projekt és elképzelés. Másik oldalról pedig Európai Uniós források is vannak mögötte. Megint csak örülve annak, hogy az ország azon részén, vagy Európának azon a részén, ahol talán ezek a fejlesztések még hiánypótlóak, ott tudunk lenni is, és bele tudunk állni. Milyen legfontosabb szempontok mentén készülnek ezek az új épületek? Ezek az épületek természetesen az egyik legfontosabb, hogy gyerekbarát legyen. Szerintem sokaknak feltűnik akár csak a látványtervek után is, vagy amikor elmennek majd ezek az épületek előtt, hogy az épület bejáraton új bárkáját jelképezi, világosan jelezve, hogy a gyerekbarát és a gyerekek iránti szeretetet mutatja a sok-sok állatfigura is, és az elképzelés színekkel, mindennel természetesen a gyerekek állnak a középpontban. De hát azt is mondjuk, hogy a 21. század egyik legfontosabb vezérszava az építkezésben az energiahatékonyság és a környezettudatosság. Ez mind a kettő alapfeltétele volt az építkezéseknek, nem csak azért, mert az uniós előírások ezt elvárják tőlünk, hanem mi magunk is úgy gondoljuk, hogy a teremtésvédelem alapvető feladata minden egyháznak és egyházi intézménynek, és jó dolog tudni az, hogy itt napelemrendszerekkel, hőszivattyúkkal tudjuk ezt a környezettudatos, energiatudatos gondolkozást is elősegíteni. Harmadrészt meg mindig van egy szociális elképzelés mögötte, hiszen azt is tudjuk, hogy ezeket a minőségi szolgáltatásokat azoknak nyújtani, akik adott esetben magánfinanszírozással vagy hasonlók nem tudják megoldani, az mindig örök feladat marad, azt hiszem mindannyiunk számára, de talán az egyháznak különösen kiemelt fontosság, hogy észrevegyük is ezeken a településeken, azoknak a családoknak is tudjunk segítséget nyújtani, akiknek ez tényleg a mindennapoknak valódi segítsége. Egy utolsó kérdés, és nagyon rövid időnk maradt. Mária Pócs, ott egy nagyon fontos hiánypótló beruházást oldanak meg az óvoda és az iskola között. Így van, egy korszerű étkezés biztosító nagy étkező és konyha készül, összeépítve a két épületet, mind az iskolások, mind az óvodások számára. Mindenki, aki Mária Pócson élt, vagy él, vagy élni fog, azt tudja, hogy ez egy nagyon komoly, több évtizedes elmaradásnak a pótlás, hogy a gyerekek korszerű, modern konyhában, reméljük finomabbnál finomabb ételekkel fognak tudni fölkészülni a tanulásra, az óvodára és minden másra, és ezt fogjuk tudni ott biztosítani és számukra. Akár még a helyi lakosságnak is tudnak nyújtani. Így van, hiszen étkezés. A szociális ellátó rendszerünkben is akkor adott esetben ezt be tudjuk fogni és hasznosítani. Szabó Tamás, köszönjük szépen, hogy mindenről beszámolt most nekünk. Köszönjük a lehetőséget. Gyorsabb betegmeghatározást és bonyolultabb gyógyítási beavatkozásokat végezhetnek a jövőben a Vármegyei Kórház 4 osztályán. Az intézmény egy csaknem 800 millió forint értékű Európai Uniós pályázatot valósított meg. Ennek köszönhetően új eszközökkel gazdagodik a kórház belgyógyászati osztályának kardiológiai részlege, az onkoradiológiai osztály, az onkosebészet és a patológiai osztály is. Nagyon fontos volt, hogy azokat a területeket érinti, ahol részben már az előbb elhangzott, amelyek a mai napig mind a világban, mind Magyarországon a vezető halálokok között vannak. A szív- és érrendszeri megbetegedések, valamint a rossz indulatú daganatok egyértelműen ezek okozzák a legtöbb halálesetet világszerte. Különösen amiatt, mert az érintettek későn fordulnak orvoshoz, vagy későn kapnak pontos diagnózist állapotukról. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórházban most 4 területen, az onkológián, a kardiológián, a sebészeten, valamint a patológián javulnak a gyógyításhoz és a pontosabb, gyorsabb betegség meghatározáshoz szükséges feltételek.
Ugye ez a 2022 májusában indult Európai Uniós pályázatra sikerült egy sikeres pályázatot benyújtanunk, amely most a megvalósítás fázisában van, ami effektív azt jelenti, hogy holnaptól már a gépek, műszerek kerülnek elhelyezésre, beszerelésre az intézményünkben. A pályázat azért komplex, mert ahogy a neve is mondja, onkokardiológiai ellátást érint, azaz azt jelenti, hogy a daganatos betegek ellátása területén lehetett pályázni, illetve a kardiológiai, szív- és érrendszeri betegek ellátása területe volt a másik része a pályázatnak. Mi úgy próbáltuk ezt a pályázatot összeállítani, mint mindig, a mostani menedzsment mindig ezt képviseli, hogy természetesen a szakma igényeire, kéréseire bazíroztuk a pályázatunkat, megnéztük, mi azok a területek ezen a két ellátás területen, ahol a legszükségesebb előrelépnünk, és így jött a pályázatnak az onkológiai részén, hogy elindultunk a patológiai osztálytól, ahol a szövettani vizsgálatok történnek, ahol effektíve szövettanilag is igazolásra kerül, hogy sajnos ez egy rossz indulatú daganat, vagy adja a jó Isten egy jó indulatú daganat, ezért ott egy komor szoftverfejlesztés történt, ami elhangzott a további minőségi diagnózis lehetőségét adja számunkra. Mentünk tovább ezen az úton, ahogy a beteg is megy az úton, a műtéti megoldás tekintetében, ott egy nagyszerű új, Magyarországon még igen kevés helyen található készülék kerül beszerzésre, amely domináló májdagatok ellátása terén nyújt egy újabb színvonalat a sebészeiténk számára és a betegek számára egy betegbiztonságot, és folytattuk ezt az utat az onkológián, ahol pedig vár akár a műtét előtt, vagy a műtét után megkapják a sugárterápiás vagy a kemoterápiás kezelést. Most a sugárterápiás ellátásunkat fejlesztettük, nem egy új géppel, hanem szoftverrel, ami lehetővé teszi azt, hogy a sugárkezelés, ami nyilván azért egy komplex, nem egyszerű kezelés, amennyire csak lehet a beteg daganatos szövetekre tudjuk koncentrálni, fokuszálni, és a környezetben lévő épp szövetek lehetőleg ne sérüljenek, vagy csak minimális mértékben. Ezért az onkológia minden szegmensét próbáltuk ebbe a pályázatba bevonni. És a másik része a kardiológiai, a szív- és érrendszeri része a pályázatnak, ott pedig azt néztük meg szintén, mi az a terület, ahol szükség van fejlesztésre, és ugye azt láttuk, hogy az a 15 éves készülékünk elavult, a képminősége sem olyan már, időnként elromlik, nyilván modern technikák vannak, ezért született a döntés, hogy a régi készülék helyére beszerzésre került egy komplex szívkatéterezési labor felszerelés, mert ez egy komplex, ez egy gép és szoftver, amely immár egy biztonságot ad, a legújabb technikát biztosítja a katéteres vizsgálatok elvégzésére, de nem csak, mert ehhez is, ahogy mind a patológián, mind az onkológián egy szoftver is csatlakozik, amivel a kollégák mélyebben, precízebben tudják analizálni a katéterezés során nyelt koszöreres képeket, és tudják megválasztani a legjobb kezelést, a legjobb típusú stentet, amelyet adott esetben szükséges beültetni ebbe a szív-koszorúér szűkületbe. Azaz egyszerre jelenik meg, és ez jellemző ma a világban az egészségügyre, az úgynevezett a hardware, a gép, a műszer, és a szoftver, a fejlesztés, ami ma már elengedhetetlen, hiszen a világ egészségügye ebbe az irányba ment el, és elhangzott mi az intelligencia, a mesterséges intelligencia is. Persze, mindez nagyon fontos, de itt is szeretném kihangsúlyozni, hogy a gépek, műszerek, szoftverek nem érnek semmit, ha nincs megfelelő humán erőforrás, nincsenek megfelelő szakembereink, akik ezeket tudják majd alkalmazni, és hál' Istennek ezen a területen mindenütt rendelkezésre az a szakembergárda, az a szaktudás, amely ezeket a gépeket, műszereket, szoftvereiket a betegeink még magasabb színvonalú ellátására tudjuk majd biztosítani. Erfán József, az onkoradiológiai osztály vezető főorvosa azt mondta, a fejlesztéseknek köszönhetően a daganatos betegek hosszú távú életminőségén tudnak javítani. Van egy tüdődaganat, ami ilyen pici, és akkor csak a sugarazza meg, és az épp tüdőszövetet meg kimélyen. Mert ha másikkal csinálnám, akkor lehet, hogy a daganatot biztos, hogy eltalálom, de egy olyan tüdőfibrózis, tüdőhegesedést okozok, hogy az elkövetkező életben a betegnek ez fog panaszt okozni. És itt jön az óriási különbség. Én azzal is eltaláltam a daganatot, de milyen áron. És ezzel a lehetőséggel meg csak azt találom el, amit kell. És ehhez meg ez a technika kell. Nagyon fontos munkája van a daganatos betegek diagnosztizálásában a patológiai osztály korszövettani részlegének is. Ezen a területen is sokkal hatékonyabb lehet a munka a jövőben a fejlesztéseknek köszönhetően. A patológiai osztály most ebben a pályázatban egy
eszköz és hardware és szoftver fejlesztést fog kapni. A hardware az tulajdonképpen egy olyan monitorrendszer, nyomtatók és egy újabb medzetszkenner, ami komplexét teszi azt a rendszert, ami már kiépítés alatt áll az osztályunkon. Már korábbi pályázatokból kaptunk olyan automatákat, amiket most ebbe a rendszerbe be fogunk kapcsolni, és a szoftver rész fogja azt lehetővé tenni, hogy egy komplett laborinformatikai rendszert alakítsunk ki ezáltal, ami a szövetani feldolgozás teljes folyamatát fogja lefedni. Ez alatt értem azt, hogy például amikor a műtőkből megérkeznek az eltávolított szövetek hozzánk szövettani vizsgálatra, akkor egy úgynevezett indítási folyamaton esnek át, ezzel kerülnek bele a rendszerünkbe, és alakítjuk ki ennek a végén azokat a blokkokat, metszeteket, amiket majd vizsgálni fogunk. És ez az indítás is már egy digitalizált fotó dokumentációval segített eljárássá válik ezentúl, mert az eszközbeszerzés egy része az osztályunkon erre irányul. Ezután a jelentősége ennek a laborinformatikai rendszernek az az, hogy ezeket az eddig individuálisan működő automatákat fogja gyakorlatilag összehangolni, a munkát fogja jobban szervezni, és ezáltal hatékonyabbá válik a munka végzés, aminek az lesz a végeredménye, hogy gyorsabb diagnosztikát tudunk biztosítani. A másik nagy része ez a képi elemzés, telepatológiai fejlesztés, aminek az alapja ez a bizonyos metszetszkenner, ami úgy kell elképzelni, hogy nem egyszerűen fotókat készít egy metszetről, hanem az egész metszetet több síkban beszkenneli. Ezáltal gyakorlatilag digitális mikroszkópként fogjuk tudni az így elkészített metszeteket vagy objektumokat vizsgálni. Monitorokon fogjuk tudni vizsgálni, nem egyszerűen a klasszikus mikroszkópon. Ez egyfajta olyan technikai fejlődés, aminek nem alapvetően ez a legfontosabb eleme, hogy most már nem mikroszkópon, hanem számítógépen tudunk majd metszeteket vizsgálni, hanem sokkal fontosabb ennél az, hogy egyfajta országos szakmai hálózat kiépítését teszi lehetővé. A digitalizált metszetek küldése az egy egyszerű link küldéssel fog kiváltódni, tehát nem komplett metszeteket fogunk postán küldözgetni például egy konzultáció céljára, hanem ha megakadunk a diagnosztikai folyamatban, akkor egy link átküldésével a kívánt szakembernek ő a saját irodájában, a saját számítógépén megtekintve tudja velünk közvetlenül konzultálni az esetet. A lehető legmodernebb röntgen készülékkel gazdagodik a hármas számú belgyógyászati osztály kardiológiai részlege is. Kőszegi Zsolt osztályvezető főorvos azt mondta, az új eszközök segítségével a szívkatéterezés bonyolultabb beavatkozásait is el tudják végezni a jövőben. A katéterezés eddig itteni története eddig inkább a mennyiségi növekedésről szólt, tehát egyre több katéterezést végzünk. Most ezzel az újkorszerű röntgennel nem feltétlenül az esetszámot akarjuk növelni, hanem inkább a minőséget. Ez a régi készülék nagyon megérett a cserére, 16 éves volt, ez műszereknél is óriási kor, de a szoftvereknél meg egyszerűen teljes elavultságot jelent, akár biztonsági kockázatot jelent egy Windows XT operációs rendszer, de ez csak a mellékes része a dolognak, tehát egy korszerű új röntgenkészülékkel a két asztalon folyamatosan el tudjuk látni a betegeket, az akut eseteket, ugye azonnal a katéterezésen kívül a pacemaker beültetést is tudjuk végezni, és az új röntgen arra adhat lehetőséget, hogy a még jobb felbontása, minősége a korábbiaknál akár bonyolultabb beavatkozásokat is lehetővé fog tenni. Itt gondolok arra, hogy vannak olyan koszorúja szűkületek, amiket hagyományos balon és stent beültetéssel nem lehet kezelni, és speciális eszközökkel igen, és egyedi finanszírozás alapján egy úgynevezett rotablációs fúrókészülékkel, vagy egy éren belüli lökéshullámkezeléssel ezek is kezelhetővé válnak.
Ez nyilván egy időigényes beavatkozás, szükséges és jó minőségű röntgen a műszert, illetően ez a lényeg. A szoftvert tekintve azt várjuk, hogy ott is jelentős minőségi javulás lesz, nyilván egy korszerű digitális háttér lesz a röntgenkészülékhez, aminek a lehetősége az, hogy a elkészült felvételeket részletesen lehet elemezni, feldolgozni, telekonzultálni, sőt az egyik szoftver, amit várunk ezzel a rendszerrel, az olyat is fog tudni, hogy a látott nem egyértelmű mértékű szűkületek hatását a koszorúra áramlásra fogja pontosan mérni. Így lehetőség van arra, hogy személyre szabottan alkalmazzuk a koszorúja beavatkozást a különböző mértékű szűkületek esetén. A több osztályra kiterjedő komplex fejlesztést csaknem 800 millió forintból valósították meg a Vármegyei Kórházban. Kedves nézőink, eddig tartott ma a 35 perc, legközelebb új műsorral szerdán várjuk Önöket. Akkor többek között Tokaj jubileumi évéről is beszámolunk. Számítunk figyelmükre akkor is, viszontlátásra!